Ugyanitt a szabad kikötőben beszélgettünk a 7 éves Bolya zenekar tagjaival is, akik éppen itt fogják ünnepelni a jubileumot is nem sokára. Lássuk, hogyan élték meg az elmúlt 7 évet. Az élete az 7 éves periódusokban zajlik, hogyha egy gyermek megszületik, akkor 7 éves korára kezd el átalakulni, akkor kezdenek kiesni a fogai, hogy egy új ember induljon, és így tovább a 14, a 21, ezek mind olyan bűvös életkorok. De 7 évente cserélődik a bőr, tehát is, nem? Micsoda? Az arcunkra a bőr is 7 évente. Minden, tulajdonképpen az egész, az összes sejtünk lecserülődik 7 év alatt egy emberi életben. És hát azért úgy gondoltuk, hogy a 7. jubileum, ahogy például egy zenekart nézünk, igazából tulajdonképpen még a gitárosunkat kéne lecserélni, és akkor a zenekar is le lenne cserélve. Mert hogy Ricsi volt az, aki a zenekart még jó barátaival, kedves ismerőseivel elkezdte, még egészen más néven. És aztán éppen 7 évvel ezelőtt kerültem én bele a zenekarba, és hát azóta történt ilyen-olyan-amolyan változás, de a zenekar egyben van, és most értük el ezt a bűvös hetet, ezért úgy gondoltuk, ezt most megünnepeljük. A zenénknek az egyik gyökere és alapja a magyar népzene. Illetőleg tulajdonképpen most már nem is mindig csak a szigorúan magyar népzene, de mégis hát egyáltalán a népzene, mint olyan, az egy nagyon erős vonal bennünk, és hát ugye a folklór, a népi élet és a szakralitás, az szerintem elválaszthatatlan egymástól. Én meg csak úgy sóhajtottam magamba, ments meg Isten, ebbe jó nagy utamba. Egy ilyen fangos alapja ennek az egésznek, amit mi próbálunk belevinni. Lehet, hogy így meghallgatva az első lemezt abszolút nem ilyen volt szerintem a Bolya, de úgy ugye a Bagány Ati meg hát ugye így ketten elég sokat zenélünk, és hát mi ezt a fangos vonalat ezt próbáljuk belerakni. Így nekem nem is az, hogy most ez egy folklor dolog, én ezt teljesen máshogy élem meg. És így könnyű beleugrani egy ilyenbe is. A srácok behoztak egy olyan minőséget, és nem csak zeneileg egyébként, hanem valamiféle frissesség, valamiféle emberi minőség van e mögött, ami alapjaiban megváltoztattam. Például Ricsi átküldte nekem az egyik dalnak a régi felvételét, aminek egy nagyon érdekes sorsa van annak a dalnak, mert azt annak idején ők fölvették, volt egy ilyen dal. Aztán valahogy így lekerült a műsorról, amikor a lemezt megcsináltuk, akkor azt a dalt egyáltalán nem játszottuk, én nem is ismertem. És akkor egyszer csak megpróbáltuk elővenni, elkezdtünk rajta próbálni, és kitaláltunk mindenféle tuti jó dolgokat, majd a dalból nem lett semmi. És aztán újra neki, igen, és aztán újra nekiálltunk, ugyanannak a dalnak, megcsináltunk egy teljesen más verziót, kicsit funkosabb, kicsit rockosabb, kicsit temperamentumosabb lett, egyébként egy nagyon szomorú, lassú dal, de nagyon érdekes alapot kapott, és megint nem lett semmi. És most úgy határoztunk, hogy erre a születésnapi koncertre ezt elővesszük. És erre most először az életben, 7 év után Ricsi átküldte nekem az eredeti felvételt ebből a dalból, amit én soha nem hallottam, nem is tudtam, hogy van. És meghallgattam, és azt hallgattam, hogy hát ez nagyon jó. Ez egy ilyen nagyon-nagyon jó hangulat. Tomi, még te bőgözted fölám azt. Igen.
Hasztalni. Tényleg. Igen. És egy ilyen nagyon, nagyon jó jazzes. Tomi, az elején ott volt a Tamás, amikor elindult a zenekar, és egy-két fellépést is megcsinált, aztán ő kiszállt, aztán jött az Oli bőgőzni. Abszolút nincsenek emlékeim. Még a tevénél vettük fel a három. Még nagyon fiatal voltál. De hogy befejezem a gondolatot, igazából egy nagyon kellemes, lassú, swinges, jazzes dalt hallottam. Most így hirtelen, ilyen nyugodt tapfajta szalóki ági, meg egyéb hangok jutottak róla eszembe, és aztán eszembe jutott, hogy mennyire más csinálunk mi most ebből a dalból, és így elképzeltem, hogy minek csinálunk mi más, hát miért nem csináljuk meg azt, és akkor rájöttem, hogy az már nem lenne. A mai Bolya dalok között, akármennyire is tetszik, és akármennyire is, nem tudom elképzelni a helyét abban a... Tehát muszáj lesz megcsinálni az új verziót. Kértem egy olá leán, mit csináljak véle? Olyan mocskos a bokája, hogy írtózom tőle. Nyáron, mikor jó meleg van, ever ész a porba. Télen, mikor nagy hideg van, felül a kuptorra. Lett egy kis lemezünk, lett egy nagy lemezünk, játszottunk nagyobb fesztiválokon, kisebb fesztiválokon, tehát játszottunk a Művészetek Völgyébe, játszottunk Ördögkartonon is, játszottunk Mesterségek ünnepén fönn a Budai Várban augusztus 20-án. Tehát volt egy lengyel fesztivál felkérésünk, lengyel televíziós felvétellel, közszolgálat is volt. Tehát, hogy igazából sok nagyon jó dolog történt, vagy sok izgalmas dolog történt. Ez volt a hét gazdag szűk esztendő, ha lehet ilyen módon fogalmazni, mert hogy ebben a hét évben volt olyan, amikor nagyon mentünk, aztán volt két év, amikor tulajdonképpen éppen, hogy csak néha egy-egy koncertet csináltunk. Volt olyan, amikor nagyon próbáltunk, és nagyon sok új dalt raktunk össze. Aztán volt olyan, amikor tulajdonképpen rendszeres próbáink nem is voltak, de amikor kellett érkezett egy kérés egy tematikus koncertre, akkor összeálltunk, és azt pikpak összeraktuk. És egyébként ezek a tematikus műsorok azért is jók, mert hogy ezekből mindig azért megfogan egy-egy dal, amit aztán a koncertműsoron is tudunk játszani. Tehát ilyen is volt, olyan is volt. Volt nagyjából a 7 év kellős közepén egy ilyen nagy mély völgy, amikor tulajdonképpen kérdéses volt, hogy akkor most ezt még folytatjuk, vagy nem folytatjuk. Széléhez. Szomszéd asszony folyton környékez, kérdezi, hogy mikor megyek át, mikor itatom le az urát. De az ura nékem rokonom, egy faágból nőttünk szabadon, bele voltam anyám ölébe, mellé fekszem a temetőbe. Vannak nyilván, akik nagyon jól és csinálják ezt a folklor vonalat, de mégse olyan sokan, mint például egy alternatív rock vagy valami ilyesmi, és ezt mindegyikünk tudja, hogy azért ezt a vonalat egy kicsit még megtölteni sokkal könnyebb feladat, és ezt így azért szerintem elég erős az anyagunk, és ezt így senki nem akarja elengedni. A Bolya az állandóan szinte csak és kizárólag nagy színpadokat jár, és azért az egy zenekar életében minden színpadon játszani, az egy nagyon jó dolog. Egy szolnoki örökség fesztivál ott van, az egész téren felállítva a nagy színpadon a motyó, jön velünk a technikus, a Csurkai Zoli, a Csúcsú megcsinál minket, tud minket, vagy itt a Széchenyi téren, amikor játszottunk tavasszal, tehát hogy nagyon sok ilyen élményünk van, és ez egy zenésznek, ez rettenetesen jó. De mellette hangsúlyozom, hogy én azt gondolom, hogy a dalokhoz is kötődünk, meg a daloknak a történetéhez is kötődünk, a dolognak a születéséhez is, meg a formálódásához is kötődünk, és igazából szerintem azokat nem akarjuk elengedni. Csongor, nem tudom, téged elengednélek? Én úgy vagyok vele egyébként, hogy Dévényi Ádámnak az a sora jutott eszembe, amikor a lóversennyel kapcsolatban azt énekelte, hogy zenélni kell.
és aztán elénekel még egy sort, hogy én szürke lovakról álmodom, éjjel látcsövöm is van, és minden reggel csönget ott a totalizatőr. Hogy valahogy tényleg az a szám, tényleg azért jutott eszembe, mert úgy látszólag nem, de a zenélésről szól. Pedig ez az egyetlen sor van benne, hogy zenélni kell, és én is úgy érzem, hogy amit az előbb elmondtam, azért érzem, hogy azért gondolom úgy, hogy én a választottam meg, mert az a komfort, amiről most Ricsi beszélt kívülről, én ennek a komfortnak a belülről jövő részét meséltem most. Tehát, hogy az mindig nagyon jó, amikor van egy olyan banda az ember mögött, és én még ritkán éltem meg azt, hogy én vagyok az a banda valaki mögött. Tehát, hogy ugyan? Kicsit nagy az ego, mert hogy én általában az vagyok, aki mögött ott a banda, de olyan jó lenne ezt egyszer átélni, Tomi majd mesélj róla. Tehát, hogy amikor én vagyok ott valaki mögött a banda, és adom azt a komfortot neki, mert én olyan komfortot kapok onnan hátulról, hogy én ezt mondjuk úgy nehezen engedném el. Tehát, hogy sok zenekarban játszottam én is, meg Ricsi is, meg Tomi is, meg egyenként mindannyian, de hogy azt gondolom, hogy az a fajta minden, amit most itt el tudtunk mesélni a Bolya életéről, az így összességében szerintem ez most így emellett teszi le, na akkor ezt így jó csinálni, ezt úgy érdemes csinálni. Nem is leszek a kendé, de